Összesen 455 fő került be a szeptemberben induló képzésekre a Debreceni Egyetem egészségügyi karára. Ebben a létszámban benne vannak az egészségügyi és szociális munka alapszakra és a mesterképzésekre jelentkezők is. A legnépszerűbb az alapszakoknál a mentőtiszak volt, bár ez egy több éves, vagy azt is lehet talán mondani lassan, hogy több évtizedes hagyomány, de ugyanúgy nagyon népszerű a szülésznő és a védőnő képzésünk is. A mesterszakok esetében az egészségügyi tanárszak, ez ugye egy tavaly indult képzés, tehát még mindig nagyon népszerű, sokan jelentkeznek, illetve az úgynevezett ápolás mesterszak, amelyik kifejezetten magas létszámokkal fog indulni szeptemberben. Összesítve ez a 455 fő, ez gyakorlatilag ugyanannyi, szinte főre számítva, mint a tavalyi eredményünk volt. Ez a létszám növekedni fog szeptemberben a Beregszászi Főiskolán induló ápolási alapszakra felvett hallgatókkal, illetve a Debreceni Egyetem egészségügyi karán külföldi hallgatók is ösztöndíjjal tanulhatnak majd egészségügyi és szociális mesterszakon. A ponthatárok nem okoztak meglepetést idén, legmagasabb a szociális munka alapszakon volt 300 pont, a többin 280 és 300 pont között mozgott. Ápolás szakon mesterképzésben a 100 pontos rendszerben 90 pont kellett a bejutáshoz. Újdonság, hogy az intézmény bekapcsolódik az úgynevezett non-doktori képzésbe is. Három területen szerezhetnek mesterdiplomát a szakápolók. Mi ebben a tanévben három specializációt indítunk, a sürgősségi szakápoló, a közösségi, illetve a geriátriai szakápoló képzést. Mind nappali, mind levelező tagozaton meghirdettük. Ez egy kiemelt kormányzati program, valóban csak három helyen indul, valószínű, hogy jövőre már esetleg négy helyen is lesz majd ez a képzés. Elég szép számmal vannak jelentkezők. És itt két dologra kell mindenféleképpen felhívni a figyelmet. Az egyik, hogy a kormányzat meghirdetett egy úgynevezett Mihalica ösztöndíjat azoknak a jelentkezőknek, akik vállalják, mert ez egy nagyon intenzív szakmai képzést jelent, tehát vállalják, hogy végigcsinálják, akkor ők egy nagyon komoly ösztöndíjprogramra pályázhatnak és vehetnek részt, amik végigfinanszírozza gyakorlatilag a képzés teljes időszakát, ez egy másfél év, amiben gondolkodni kell. Pótfelvételi eljárásban is lehet a non-doktori mesterképzésekre jelentkezni három egyetemen, itt kivételesen államilag finanszírozott képzésre. A pótfelvételire egyébként augusztus 7-éig kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni azoknak, akik sehová nem kerültek be, illetve nem adtak be jelentkezést a rendes eljárásban. A pótfelvételi során már csak önköltséges képzéseket lehet megjelölni, a szakok többségénél a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak. A július 26-án meghatározottaknál.